Tavaly még így nézett ki az Antal táró kívülről és így belülről. Az egykor érc kutatóként használt táró falai, bejáratai és járatai is megérettek a felújításra. A megnövekedett szén-dioxid szint miatt az itt élő több ezres denevér kolónia veszélybe került. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság tavaly évvégén ezért megkezdte a táró kotrását és megerősítését. Az Antal táró megerősítésére azért volt szükség, mert a táró belsejében egy denevér kolónia lakik, több ezres denevér kolónia. A táró viszont már önállapotba került, ugye 150 év alatt, amióta kihajtották, hogy veszélyessé vált a bentartózkodó denevérek számára, illetve a kutatók számára is természetesen, akik esetleg megkívánták őket tekinteni. Most gyakorlatilag az történt, hogy a táró szája már nagyon leszűkült, szinte teljesen beomlott. A beltérben is volt több olyan omlás, ami szinte már elzárta a közlekedés lehetőségét a denevérek számára is. A legnagyobb problémát viszont az jelentett, hogy a kőzetből szén-dioxid szabadul föl, és az omlások miatt a szén-dioxid nem tudott szabadon kiáramlani a táróból, emiatt a denevéreket veszélyeztette, fulladással veszélyeztette. A denevérek nagyon jól bírták ezt a levegő összetételt, de azért arra lehetett számítani, ahogy a folyamatokat ezt nyomon kísértük egy-két évtizedig, hogy a táró rövidesen be fog omlani, teljesen el fog záródni, és akkor vagy az összes denevér bent pusztul, vagy pedig az élőhelyük szűnik meg, ha szerencsék van éppen, akkor nem tartózkodnak bent. A táró még mindig rejthet veszélyeket, ezért szigorúan tilos a belépés idegeneknek. A bejáratot éppen ezért úgy alakították ki, hogy ne lehessen könnyen bejutni. Egyedül ezeken a kis rácsos ajtókon lehetséges. A levegő oxigéntartalma a felújításnak köszönhetően már ideális. Mutatja az oxigént. A harmadik sorban a kénhidrogént, a negyedik sorban pedig a szénmonoxidot, tehát semmilyen veszélyes gáz nincs bent a levegő összetételének, az oxigén tartalma pedig éppen ideális, pontosan ugyanannyi, mint a kinti. A járatok alján savas kémhatású víz csordogál, a denevéreknek azonban úgy tűnik, ideálisak a körülmények. A téli időszak után ismét kezdenek visszatérni a táróba, az akkor végzett munkálatokkal biztonságosabbá váltak a járatok, és a táró szellőzése is megoldott. Többféle megoldást kellett választani a nagyobb beszakadásoknál, fölszakadásoknál. Egy beton idomköves falazást alkalmaztak, ami egy szinte pincel jelleget kölcsön az a tárónak. Azokon a helyeken, ahol kevésbé volt a kőzet rossz állapotban, ott pedig a bányászati technológiákban használatos acélhálós lőtbetonos megerősítés történt, ugye ez csak a főtérre készült el ez a megerősítés. Több ezer denevér otthona a táró. A bejáratnál kialakított széles résnek köszönhetően akadály nélkül kitalálnak a szabadba, még akár 50-60 km/h sebességnél is. Többségben közönséges denevérek lakják a tárót. Gyönyörű szép közönséges denevér. Ha minden igaz, igen, a határozó bélyeit végignézzük, és látjuk, ez egy viszonylag nagy termetű állat. Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen részleges albinizmus itt a szárnyán, nagyon szépen látszik, a szárny vége sokkal világosabb, ki tudja milyen családból származhat ő is. Ha megnézzük a másik szárnyát, azért azt mondjam, mutatom, hát nem, nyilván neki annyira ez nem tetszik, hogy elkaptuk a másik szárnya végén is hasonló elszíneződés. A denevérek jó része a talajon élő rovarokkal táplálkozik, ezért a Nemzeti Park munkatársai szerint fontos közvetlen környezetünk megóvása is. Jellemzően a talajon mozgó rovarokra vadászik ez a faj, zárt erdőkhöz kötődik ez a faj, tehát az élőhelyéért nem csak akkor tudunk tenni, hogyha a szálláshelyét megőrizzük, hanem azokat az erdőket, amiket ők látogatnak, ahol táplálkoznak, azokat megpróbáljuk a legjobban megőrizni, a legnagyobb természetességével megőrizni. A lőtbetonos vashálós fal megerősítés és a törmelékek eltávolítása meghozta eredményét. Az Antal táró újra ideális élőhelyé vált a denevérek számára.